Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Advent időszakában, advent heteiben a világ szinte minden pontján vásárokat tartanak, és színes ünnepségekkel próbálják meg a lelket is feldíszíteni karácsony ünnepére. Így van ez már hosszú évek óta városunkban is. Felkérem dr. Puskás Tivadar urat, Szombathelyi megyejogú város polgármesterét, hogy mondja el köszöntő gondolatait, és nyissa meg a Szombathelyi Advent 2010 című rendezvénysorozatot. Estét kívánok mindenkinek! Tisztelt szombathelyi polgárok! Advent van. Advent lesz néhány pillanat múlva. Meggyújtjuk a gyertyát, és elkezdődik a Szombathelyi Advent 2010 ünnepségsorozat. Advent latin eredetű szó. Megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. Az András napjához legközelebb eső vasárnap és a december 25-e karácsony közötti 4 hetes szent idő, a karácsonyra való felkészülés ideje. Valamikor éjféli harangszó hirdette az adventet, valamikor e harangszó az egyházi év kezdetét jelentette. Ma is így van ez. Az eredete a 4. századra nyúlik vissza. Ebben az időben az emberek szigorú böjtöt tartottak. Napfölkelte előtt hajnali misékre igyekeztek, melyeket angyali aranyos miséknek is neveztek. 1611-ben a nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta az esküvőket, a zajos mulatságokat. Az adventi koszorú hagyománya ősi időket idéz, kapcsolatban van a téli napfordulóval. Első nyomait a néprajzkutatók északon a keleti tenger partvidékén és szigetvilágában találták meg. Fűzfa vesszőből koszorút vontak és örökzöldet csavartak köré. Ez a szokás később Európa más vidékein is meghonosodott. A valódi adventi koszorú a 19. században jött létre. 1839-ben Johann Wihern, német evangélikus lelkész készítette az első adventi koszorút. A mai koszorún 4 gyertya található, 3 lila és 1 rózsaszínű. Minden gyertya szimbolizál egy-egy fogalmat, a hitet, a reményt, a szeretetet, az örömet. Tisztelt szombathelyiek! Szombathelyen az idén kicsit másképpen zajlik az advent. Új az elnevezés, Szombathelyi Advent 2010 is, az itt található áruk is. Az advent hangulatához az eddiginél talán egy kicsit jobban illenek. Az udvarszerű elrendezés is azt szolgálja, hogy ide érdemes legyen betérni, körülnézni, sétálni az árusok között. Többféle versenyt is hirdettük, remélhetőek
nagy érdeklődés kíséri majd őket. Az általános iskolák diákjai között adventi háttérképkészítő versenyt írtunk ki, de lesz karácsonyfa díszítő verseny is, és díjazzuk a leghangulatosabb vásári pavilont is. Azt szeretnénk, ha a főtér a következő helyekben, a következő hetekben olyan közösségi tér lenne, ahova az emberek a szó valóságos és átvitt értelmében is egymásra találnak. Ezt szolgálják a programok is. Megőriztük azt a hagyományt, hogy főképpen a helyi óvodás, iskolás csoportok, művészeti csoportok, együttesek lépnek itt majd a színpadra. Az ezt követő három szombat délután az adventi koszorún az újabb gyertyákat egyházi szertartás közben gyújtjuk meg. Az összejövetelek alkalmával hirdetjük ki a versenyek győzteseit. A városnak vannak további tervei is az adventtel. Szeretnénk, ha a régió meghatározó programsorozata lenne. Olyan esemény, amelyre jövőre már a város vonzás körzetéből, később pedig távoli, hazai és külföldi városokból érkeznek Szombathelyre érdeklődők. Érkeznek olyanok, akiket egy program, melyik Szombathelyen nyílik, érdekel. Tisztelt szombathelyiek, tisztelt várakozók, mindenkinek kegyeletteljes eljövetelt kívánok, mindenki áhítattal készüljön karácsonyra, és mindenki érezze az ünnep gyönyörét, és érezze azt, hogy szeretet, béke és boldog jövő következik. Köszönöm, hogy meghallgattam.